Sziasztok! Ma egy nagyon finom reform süteményt hoztam nektek, ami nem nagyon található még a YouTube csatornánkon, kivéve egy keto sajtortát. És mondhatom, hogy tényleg nagyon finom, nagyon kevés összetevőből van, egészséges összetevőkből, a liszt és a cukor az hiányzik belőle, ami nagyon jó hír ugye a diétázóknak is akár. És az én egyik kedvencem a mascarpone is megtalálható benne, ami nálam már nagyon nyerő, de hát ugye a dió, meg a kókusz, meg a mák, az egyébként is a süteményeimben egy kedvenc összetevő. Nézzétek meg, hogy hogyan készül ez az egyszerű, nagyon finom, akár ünnepi asztalra is kerülhető sütemény. Legelőször szétválasztunk 4 tojást, külön tesszük a fehérjét, ehhez teszünk, én ezt a fajta édesítőt használom, és ez eritrit és stevia alapú. Ebből 2 evőkanálnyit teszünk hozzá a fehérjéhez. Hát az ilyen laposat, mert ezzel ez tényleg nagyon-nagyon édes. És egy icipici citromlevet. Egy citromot használunk egyébként fel, ebből egy picit hozzáöntünk. És most ezt habbá verjük. Veszünk 10 deka darádiót, 10 deka darált mákot, öt deka kókuszreszeléket, elkeverjük. Ehhez hozzáteszünk 2 tojás sárgáját és egy fél citrom reszelt héját, én már oda belereszeltem. És ehhez még hozzá fogjuk keverni a felvert tojásfehérjét. A sütőt közben 180 fokra előmelegítjük, és ezt az egészet olyan 20 percig fogjuk majd sütni, tűpróbával ellenőrizzük. Egy 17 cm átmérőjű tortaformát kibélelünk sütőpapírral. Én ezt az állítható kapcsos formát vásároltam még annó a metróba, és abba fogom ezt most beletenni, és ennek az aljába szépen bele rakjuk. Tehát 20 percre betesszük a sütőbe, 180 fokra. És most elkészítjük a krémet. A 4 tojásból a maradék 2 tojás sárgáját fogjuk felhasználni, illetve a citrom másik felét reszelve. Ehhez öntünk 1 deci citromlevet. Ezen kívül 1 deci tejet is kimérünk még, azt is hozzáöntjük. És ezt az egészet felmelegítjük és összesűrűsítjük. Az nagyon fontos, hogy lassú tűzön fogjuk besűrűsíteni. Egyébként a tej helyett tejszínt is lehet használni. Körülbelül egy olyan 10-12-3 perc kellett. 6-os fokozatról visszavettem 5-ös fokozatra, amikor elkezdett főni ez a tojásos lé, és ugye most már kellőképpen besűrűsödött. Úgyhogy most nincs más hátra, mint hogy átöntsük egy másik edénybe, hagyjuk egy picit kihűlni, és utána fogjuk hozzá keverni a mascarpone-t. 25 perc telt el, elkészült a süteményünk. Tűpróba, nem olyan, tulajdonképpen itt a tojásfehérjének kellett ugye átsülni ebben az egészben. Rátesszük a sütinket egy tányérra. Volt a szél egy kis darab, megkóstoltam, nagyon-nagyon-nagyon finom. Ez tényleg ilyen igazán nagyon jó
Nem tudom, ez paleo sütinek számít-e, de lehet, hogy annak, mert még ilyeneket nem készítettem. Ja, nagyon kell vigyázni, mert nyilván ez könnyen szét is törhet. És elvileg még ketté kéne vágni valahogy, és beletenni a mascarpone és krémet. Hát az nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Hagyom hűlni, amíg elkészül a krém. Fogunk egy doboz, kis doboz mascarpone krémet, és ezt fogjuk hozzá keverni a tojáshoz. Ez 250 g. És most dönthetünk úgy, hogy ehhez nem teszünk semmilyen édesítőt, úgyis nagyon finom, jó kis citromos, vagy beleteszünk egy kis, ugyanúgy egy ilyen stevia eritrit keveréket, még egy picit, egyébként egy kis vanília aromát is bele lehet tenni, ha valaki szeretne, szerintem attól is nagyon finom. Ez egy púpos kiskanálnyi édesítőszer, ami belekerül. Ezt most szépen betesszük a hűtőbe, és hagyjuk egy kicsit hűlni, amíg kihűl a tésztánk. Közben megfogtam és megfordítottam a tésztát, hogy nem süljön be, vagy nedvesedjen be az alja, és akkor szerintem a legjobb ilyen kis kenyérvágó késsel ezeket a kis kottákat, de már biztos láttátok más videóban is tőlem, hogy azzal szelem. Jó, itt egy kicsit kinyílt, de nem baj. Már a végéhez kell mindjárt érnem. Hát és akkor az egyik fele már itt is van. Kicsit a teteje az nem volt egyenletes, ez egy picit megtör, de nem baj, hiszen össze fogja tapasztani majd a mascarpone és krém ezt az egészet, de lehet látni, hogy gyönyörű a belseje, tényleg, és mondom, az a kis falat, amit megkóstoltam, isteni, tehát lehet egészségesen is nagyon finom süteményeket készíteni. Nekem az első között van ez. Már csináltam egyébként ilyen keto sajtortát, az se volt rossz, bár az a családnak. Tehát, hogy azért az igazi sajtorta az mégis más, viszont ez nagyon finom. Ezt el kell mondanom, hogy ez tényleg nagyon jó. És akkor jöjjön az utolsó rész. Azt is el tudom képzelni, hogy ide áfonya darabokat teszünk még bele, és akkor ilyen kis áfonyás lesz, vagy mondjuk áfonya lekvárral megkenjük a tésztát, és utána tesszük rá ezt a mascarpone krémet. Ugye azért itt sok mindent lehet csinálni. Hát a szélére annyira azért nem teszem ki, mert akkor nagyon kimegy, így meg akkor, ahogy ránehezedik, majd itt szépen eloszlik. És akkor most jön a, hát ez sajnos eltört, de semmi gond, majd összerakjuk. Ez azért nem gond, hogy ez összetört, mert mindjárt a tetejét is bevonjuk mascarponével, és ugye ez az egész össze fog állni. De hát ezek a sütemények azért általában kényesek. Biztos tudtam volna ügyesebben is csinálni, de hát amint látjátok, így is megoldódik, és úgy is a vége a fontos, nagyon-nagyon-nagyon finom lesz. Itt kell egy kicsit jobban vigyázni, hogy nehogy széthúzzuk a süteményünket. Akkor ez majd újra szépen itt beszívja a mascarpone krémet ez a sütemény, és akkor utána már nem fog egyáltalán szétesni. Nyilván ezt tapasztalatból mondom, mert jártam már így.
és a végén szórunk rá egy pici kókuszt. Körbe is rakhatjuk dióval, ha szeretnénk. És még jelképesen köré szórtam egy kis mákot, hogy ez egy kókuszos, mákos és diós sütemény, amit el fogunk fogyasztani. Nincs más hátra, mint hogy behűtsük. Köszi szépen, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Ha van nektek valamilyen jó kis reform süteményetek, amit tényleg bevált és szeretitek, akkor mindenképpen osszátok meg velem. Amit még utólag még hozzátennék ehhez a videóhoz, hogy egy kicsit lehet kevesebb citrommal, mert Kiránok nagyon citromos volt, úgyhogy ha gondoljátok, akkor abból tegyetek bele kevesebbet, hogyha ti se szeretitek, hogyha nagyon-nagyon citromos, bár nekünk egyébként megfelel, meg a citromhéjjal vigyázni kell, mert ugye, hogyha azt beletesszük a krémbe, akkor az megkeseredhet, tehát ennyit még szeretnék így hozzáfűzni ehhez a recepthez. Tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok! Thank you.